A Mandalóri harmadik évadával kapcsolatban gyakran visszatérő kérdés, hogy vajon Boba Fett szerepelni fog-e az új évadban. Egyesek az egyik előzetes egy nevárói jelenetének hátterében vélik őt felfedezni, ám eddig egy hivatalos promóban sem bukkant fel egyértelműen. Nemrég az Empire magazin előfizetői számára kiadott exkluzív borítóján felbukkant egy mandalóris sisak, mely Bobára engedett következtetni, viszont egy későbbi promóciós képes látszólag cáfolni véli. John Favreau nemrég arról beszélt, már megírta a sorozat negyedik évadának forgatókönyvét is, a forgatást pedig valamikor októberben kezdik majd. Az igencsak megbízhatónak számító Making Star Wars szállítása szerint beszélt a különböző kellékeket készítő kollégákkal, akik egyebek között jelenleg a Slave One pilóta fülkéjén is dolgoznak. Azzal kapcsolatban viszont egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat kapott, hogy ez a Mandó negyedik évadához, vagy esetlegesen egy Book of Boba Fett második évadhoz készül-e. A projektek alakulását ugyanakkor jó eséllyel visszavetheti valamelyest, vagy a hollywoodi alkalmazottak már egy ideje mozgolódnak, jó eséllyel sztrájkra készülnek, ami az egész filmipart visszaveti majd valamelyest, mint ahogyan történt ez a 2000-es évek végén is. Úgyhogy egyelőre még nagyon sok minden képlékeny. Az viszont biztosnak tűnik, hogy ha a Book of Boba Fett második évada nem is fog létrejönni, akkor a Mando negyedik szezonjában bizonyosan felbukkan majd a fejvadászból lett gangster. Az pedig, hogy a harmadik évadban tiszteletét teszi-e, pár héten belül bizonyosan kiderül. Ti örülnétek neki?